A hónap utolsó szerdája, tehát fővárosi közgyűlés itt a Városházán, ahol természetesen az egyik legfontosabb kérdés az lesz, hogy vajon hogyan reagálnak a baloldali képviselők az Antifa tombolásra. Nem árulunk zsákba macskát, Karigeri megint csak menekülőre fogta, mert hiszen neki mindig csak az a fontos, hogy másba hogyan köthet bele, a saját fertáján nem nagyon szeret körbenézni. A másik fontos téma az akkumulátorgyár létesítés vagy nem létesítés, ebben is kérdeztünk fővárosi képviselőket. Tartsatok most is velünk! Nem tudjuk, és köszönjük szóval bennem nagyon súlyos kételyek vannak, hogy a rendőrség jó helyen keresi a testest. Mit gondol az Antifa tombolásról Budapesten? Mélységesen ítélek minden erőszakot. És szomorú, hogy Budapesten ilyen események megtörténhetnek? Nem kell igen, ezzel kezdeni valamit? A magyar titkosszolgálatok nem álltak a helyzet magaslatán. Van egy kockázat és egy óriási veszély, és ezt nem kéne ezt a hibát elkövetnünk, hogy összemossuk egymással az antifasizmust és a neofasizmust. Ez két nagyon különböző történet. Azok az emberek, akik az erőszak eszközéhez nyúlnak, nem nevezhetik magukat antifasisztáknak. Azok, akik például tüntetnek békésen egy neonáci felvonulással szemben, azok pedig védik a demokratikus közösségünket olyan eszméktől, amelyek ezt a hazát egyszer már tönkretették. Úgy tűnik, hogy az ellenzék is megosztott akkumulátor ügyben, hogy ellenzik, de egészen másképpen, és kicsit úgy tűnik, mintha politikai tőke kovácsolás lenne csak a háttérben. Szerintem a mi álláspontunk egyértelmű, a helyieknek kell dönteni. Hogyha Budapesten lenne ilyen, akkor is erről lenne szó, és én ezt támogattam, hogy a budapestiek döntsenek. És a DK-nak a véleményéről mit gondol, hogy szerintük óriási hiba lenne csinálni egy, vagy kiírni egy népszavazást? Nem annyira nagy politikát, a debreceni politikát ilyen kérdésben, én azt gondolom, hogy helyben kell dönteni az embereknek. Az imént beszéltünk soproni polgármester úrral, és úgy tűnik, hogy az ellenzék körében van némi vita az akkumulátor ügyben, hogy ellenzik, de másféleképpen. Felmerül a kérdés, hogy van ebben némi politikai tőke kovácsolás, hogy mindenképpen csak ellenkezés legyen, vagy pedig majd az ellenzéki pártok megegyeznek ebben? Minden pártnak, minden közösségnek a saját vehemenciája dönti, hogy hogyan az akkumulátor ügyek, akkumulátorgyárak építéséhez. Egy dolog egészen biztos, az érintett lakosság megkérdezése nélkül nem lenne szabad akkumulátorgyárat építeni. Arról nyilván lehet vitatkozni, hogy lehetnek olyan helyek az országban, ahol a nemzetgazdasági szempontból is indokolt, ott valósuljon meg ilyen akkumulátorgyár. Budapest biztosan nem az, éppen ezért abban egyetértés van a koalíciós felek között, hogy a főváros közigazgatási területén ne épüljenek akkumulátorgyárak. Mit gondol a német példáról, amit sokszor emlegetnek, hogy ott pedig pont a zöldek voltak, akik akkumulátorgyárak építését és tervezését támogatták? Nem régóta léteznek az elektromos meghajtású gépkocsik, így első hallásra természetesen mindenki örülnek, hogy ez zöld technológia, de ha mélyebbre nézzünk, és ez egyre inkább kiderül, pontosan látjuk a gyárak létrehozásának a körülményei, a környezeti terhelés, ugye a termőföld és a vízvédelmi szempontjai sok esetben azt mondják, hogy annyival nem vagyunk előrébb ezzel a zöld technológiával. Éppen ezért azt gondoljuk, hogy sokkal jobban meg kell fontolni ezeknek a létrehozását. Dermesztő és rémisztő a csend főpolgármester úr részéről akkor, amikor Budapest utcáin magyar és külföldi szélsőbalos antifa személyek már-már konspiratív módon, szervezetten, csoportosan támadnak ruházatnak, vagy megjelenésük alapján tetszőlegesen kiválasztott járókelőket. Dermesztő és rémisztő a csend, különösen akkor, amikor egy olyan főpolgármesterről van szó, aki az esetek túlnyomó többségében kényszerét érzi megszólalni, még akkor is, ha sem feladata, sem felelőssége, sem hatásköre, semmilyen tekintetben nem az ő főpolgármesteri tisztségéhez tartozó ügyről van szó. Főpolgármester úr, azt már tudjuk, hogy önnek semmilyen fenntartása nincs a szélső jobbal. Ön nemhogy elítélte volna, de támogatta és személyes jelenlétével segítette a judapestező és tetűcsúszdázós jobbikos jelöltet. Mostani bántó hallgatása jelenti-e azt, hogy a szélsőbal agressziója további támogatásra talál önnél? Nagyon nehéz úgy hazudni, hogy az ember nem tudja az igazságot, akkor most elmondom ennek az igazságot, nem bízva abban, hogy ez megváltoztatja az igazmondási képességét. Azért vártam ebben az ügyben, mert tájékozódni akartam, mert azt mondom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos
és valóban egy, azt gondolom, hogy mindannyiunk számára rendkívül zavarbejtő és félelmetes fejlemény. És mielőtt elmondtam volna a véleményemet, szerettem volna tájékozódni a fejleményekről a Budapest rendőrfőkapitányával. Egyrészt szeretném elmondani azt, hogy amikor agresszióról, erőszakról beszélünk, akkor azt el kell mondanunk, hogy a kitörésnapi emléktúra sajnos Magyarország és Európa egyik szégyen eseményévé vált, ahol egyébként az önök médiája által békés megemlékezőnek nevezett neofasiszta csoportok rasszálnak a városban. Ez szerintem ez az alapvető probléma. Innen indul a baj. Onnan indul a baj, hogy az önök szellemi holdudvara és sajtója relativizálja azt a tényt, hogy a kitörés napi események nyílt neofasiszta eseményekké váltak. Egy magyar állampolgár érintett ezekben az ügyekben, akinek amely kapcsán történt egy előzetes letartóztatás. Nem tudjuk, és köszönjük szóval bennem nagyon súlyos kételyek vannak, hogy a rendőrség jó helyen keresi a testest. Testest. Hogy az a személy, akit előzetes letartóztatásba helyeztek, annak van-e bármi köze ezek az ügyekhez, ezt finoman szóval nem tudjuk. Mit gondol arról, hogy az első kerületben ez a parkolási tulajdonképpen botrány hogyan alakult, hogy kevesebb parkolóhely lett, mégsem lett könnyebb a közlekedés? Mit gondol erről? Konkrétan mire gondol? Januárban történt ez, amikor ugye újabb fel akartak szabadítani parkolóhelyeket, de úgy tűnik, hogy kevesebb lett, ezt olvastuk. Ez igaz? Nem tudom, miről beszél. Hát hiszen ez kiment a hírekben. Történt januárban semmilyen parkolási ügy az első kerületben. Fogalmam sincs, hogy miről beszél. Nem lett kevesebb parkolóhely, mert hogy ebből elvileg közlekedési problémák voltak, és mindenki elégedetlen volt. Azon az útszakaszon, az Attila úton 221 parkoló volt korábban, most 213 parkolóhely van, és egyébként a legmagasabb parkolás szám azon a területen 212 parkolás, éjjel-nappal. Hát akkor az nem igaz, hogy elégedetlenek az emberek. Nem igaz az, hogy megszűntek volna olyan parkolóhelyek, amikre feltétlenül szükség van, viszont az út az biztonságosabb lett. Igen, az emberek látják a változást, ez adott esetben a szokásaiknak a megváltoztatását igényli, de van elegendő parkolóhely. Ez a forgalmi rendváltozás, ez jót tett az adott útszakasznak, és tartalmaz még egy javaslatot, mely szerint még egy zebrát érdemes beiktatni arra az útszakaszra, én ezt maximálisan támogatom. Mit gondol arról, hogy egyre nehezebben irányítható a kerület, legalábbis kívülről úgy látszik, hiszen a többség is eltűnőben van, és nem biztos, hogy annyian állnak ön mögött. Szerintem a kerület, mint olyan, egy jól irányítható kerület, egy nagyon-nagyon szép kerület, de természetesen egy sokpárti testületnek az összetartása és az egyes javaslatok mögé szervezése az egy folyamatosan meglévő nehéz feladat, de dolgozunk rajta. Érdemes lesz megnézni a holnapi képviselőtestületi ülést, amin a költségvetésről fogunk tárgyalni. Szerintem nagyon fontos javaslatok hangzottak el ellenzéki oldalról is, és azt gondolom, hogy a kerületben a képviselők azért dolgoznak, én minden esetre azért dolgozom, hogy a kerületben élőknek az életminőségét javítsuk, a kerületet folyamatosan fejlesszük. A kerület működik, fejlődik, a költségvetésünk stabil. Test.